Dici sì che sarò o vedrò tu. La vita che modo sarò. Dici perché nel testo è mai poi tutto va qui. Ho corto, me corto, dici le spulle e lì. O si sono per poi volto chi se ho corso c'è o feci e levo chi e c'è c'è con sotto no io corso c'è e da chi ti metto se tu non c'è la. Ennek után próbáljanak innen egy kicsit, és énekeljük vele meg, és most én is, hogy mit
kicsit hörpintek belőle. Erősítem, jó? Na legyen a kettő szám, a kis, mert nyugodtan énekelj velem. Támasztja a biciklit a parlament oldalának, már éppen indulna befele, mikor utána szólnak a kormányőrök, hogy bátyám, hogy képzeli, hát ide politikusok járnak. Az öreg székely fejjel, ha hú, de jó, hogy mondja, akkor le is lakatodok. Természetesen ez csak a romániai politikusok. Nehogy érzem valami párhuzamot mondjanak a magyarországiakra. Na, az öreg székely éjjel kivilágítatlanul hajtja a lovaskocsit, mennek a lovakkal. Lekapcsolja a rendőr, elkezdi borbolni. Hát hogy képzeli bátyám, ilyet nem szabad csinálni, baleset veszélyes. Mi szólna, hogyha elvenném a lovat? Hogy az öreg székel, még úgy sem volt rendőrvejem. Na, ennek körülmére akkor folytatjuk a műsort. A hármas szám, ez egy belépő lenne. Minden operetben, daljátékban, amikor a főszereplő megjelenik a színpadra, a zeneszerző hír a számára belépőt, amire egy kicsit bemutatkozik, és tízszerűen a János Vitézből Jancsi belépőjével készültem. A kisfát nyugodtan énekelj velem a hármat.